Már a bajnoki rajtig még 6 hetet kell várni, a férfi kosárlabda csapatok elkezdték játszani a felkészülési mérkőzéseket. A Marsó Nyíregyháza Nagyváradon lépett pályára a szezon első edzőmeccsén, amelyen a bosnyák Talić játékára volt leginkább kíváncsi a szakmai stáb. A légiós nem sokat mutatott meg abból, amit tud, így minden bizonnyal elválnak a klub és a kosaras útjai. A meccset egyébként a két amerikai és három délszáv légióssal felálló Nagyvárad nyerte 88-68-ra. Nem vagyok 100%-osan elégedett. Az edzőmérkőzésnek a célja igazából az volt, hogy a légiósunkat megnézzük, és megtudjuk, hogy illeszkedik-e a csapatba, vagy sem. Sajnos belőle nem sokat láttunk, 13 perc után megsérült, de az addig mutatott teljesítménye az nem igazán volt bizakodásra méltó, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a vele való kapcsolatunkat át kell gondolni, és a napokban döntést kell hozni. Ennél szerintem többre van szükség. A másik oldala a csapatnak, a többi része viszont nagyon jól teljesített. A magyar játékosok, a magyar fiatalok, a nyíregyházi fiatalok nagyon jól küzdöttek, szépen helytáltak, és egy olyan csapattal játszottunk, hát ha nem is szoros mérkőzés, de egy jó mérkőzést, aki már teljes létszámmal készül a román bajnokságra, és tavaly az ötödik helyen, tavaly előtt pedig döntőt játszottak, tehát így fejezték be a tavalyi, illetve a tavaly előtti bajnokságot, azt hiszem nem rossz teljesítmény. A nyíregyháziakhoz a héten megérkezik az amerikai légiós, valamint egy szerb centert is várnak a csapathoz próbajátékra. Sitko Ernő együttese pénteken és szombaton Kassán játszik edzőmeccset a szlovák Ivana Ujancával.